Ez a 125 év rengeteget jelent az intézmény történetében, hiszen a kezdeti alapítást követően itt egymás után garaista családok alakultak ki, több generációs családok, és még ma is nagyon nagy örömmel mondják a gyerekek, hogy még az ő szüleik, nagyszüleik, de még a dédszüleik is a Garaiba jártak, és ugyanilyen örömmel halljuk ezt, és hallottuk délelőtt éppen az öreg diák találkozón ugyanezt, hogy örülnek annak, hogy unokáik is ezt a gimnáziumot választották. A garaista lét Szekszárdon mindig is elismerést jelentett, és rangot jelentett, és ezt jelenti ma is. Az 1890-es években egy komoly tanügyi reform zajlott, amikor a magyar millenniumra készülve, Eötvös József munkáját továbbíve a magyar oktatási rendszer térszerkezetét alakították ki elődeink. Hiszen a korábbi iskola rendszer alapvetően egyházi és alapvetően népiskolai jellegű volt. Ekkoriban a dualizmust követően hozták létre azt a tanítóképző intézményrendszert, 20 tanítóképző intézménnyel, akkor jöttek létre az az állami népiskolai rendszer az egyházi iskolák mellett, ami megteremtette lényegében teljes körben a népoktatásnak az alapjait, és nagyon helyesen érzékelt az akkori oktatási kormányzat, hogy ki kell alakítani a főgimnáziumoknak a rendszerét, létre kell hozni az akkori ország területén, lehetőleg megyénként, régiónként azoknak a kiemelkedő központoknak a hálózatát, amelyek a gerincét képezhetik a magyar oktatási rendszernek. Az, hogy ez az intézményrendszer kialakítás akkor milyen jól sikerült, jól mutatja, hogy ezek a főgimnáziumok, ezek úgy idehaza, mint egyébként a tőlünk azóta elszakított országrészekben is a mai napig jó hírű és jó minőséget biztosító intézmények Pozsonytól Brassóig. Jó munkát végeztek tehát az elődeink, egy mai napig működő erős intézményrendszert hozhattak létre, és méltán lehetünk arra büszkék, hogy ez az intézmény ennek az intézmény hálózatnak a részeként jöhetett létre.
közel 4 emberöltővel ezelőtt alapított és épített Tolna megye első főgimnáziumának létrehozása érdekében több mint 100 éven keresztül küzdöttek kitartóan a szekszárdi polgárok. 1892-ben született meg a miniszteri döntés a főgimnázium alapításáról. A tanítás először ideglenes helyiségekben indult, majd 1896. április 24-én megkezdődött a jelenlegi gimnázium épületének építése. 1987. augusztus 2-án pedig átadták az épületet, ahol az év szeptemberében megkezdődött a második tanév. Küzdelmes évek jellemezték az első évtizedeket. Az intézmény első igazgatójának, Vigand Jánosnak és az akkori testület kitartó munkájának, valamint Szekszárdváros támogatásának köszönhetően stabilizálódott a gimnázium működése. De megbékéltél ismét, új borom. Hely lágy szíved van, édes magyarom. Ha jó szót adnak, fűnek fának adsz, és fehér lapot bőven osztogatsz. Sőt, volt eset, az inget odadott annak, aki reád orgul támadott. Csak elveréd aztán keblemre testvér. Jaj, de bolondos az ilyen nemes vér. Nem gáncs ez tőlem, drága bajnokom, fölhányni néked ezt sohasem fogom. Ám tedd, amit mond, higgadt jó barát, stűrt, ha van oka gáncsot szórni rád. Maradj egyébben annak, ami vagy, hővérű, jó szívű, nagy lelkű, nagy. Ők lelki erejének is szükség van. Nagyon fontos az, hogy ne csak az épületnek a fundamentuma legyen erős, hanem az itt dolgozóké, az itt tanítóké, az ide járó gyerekeké és a szülőké is, legfőképpen néha a szülők is, erős legyen a lelke, hiszen ahhoz a munkához, ami ebben az iskolában folyik, ehhez igen-igen erős lelki erő kell, hogy legyen, és én azt tapasztalom egyébként, hogy van is, legalábbis rajtam ezt remélem látszik, hogy volt az én tanáraimnak. Kövesd a platánok szárnyalását, ne zúgd magadban, csillapodj, mint vihar után a márványarcú tenger. Tisztelt egybegyűltek, a mai ünnepnapon Németh Károlynak, iskolánk egykori tanárának verséből idézek. Szeretettel köszöntjük őt, és vele együtt minden hajdani és jelenlegi garaista tanár, diákot, akinek verse, novellája vagy festménye bekerült a kezemben tartott antológiába. Az imént idézett sorok Babits Mihály emlékét elevenítik fel. Babits neve egybefort a szekszárdisággal, a dunántúli léttel és az európai értékrenddel. Mit jelent számunkra ez az antológia? Egy kis ízelítőt 125 év szellemi, irodalmi és művészeti kincseiből. A gimnázium szekszárd kulturális és sport életének meghatározója volt. De például 1911-től Munkás gimnáziumot is működtetett. A megyei múzeum gyűjteményei is itt voltak a múzeum épületének felépítéséig. A garai befogadó, majd iskola alapító és kibocsátó intézmény is volt, ezt már ma is hallhattuk. 1921-től 1937-ig a Felső Kereskedelmi Iskola működött itt. Megint csak hallottuk, hogy ugye ez a Bezerédi technikum most már, ugye, technikumnak az elődje volt. Először a dolgozó gimnáziuma is itt alakult, ezt követően a kertészet és közgazdasági iskola, de itt alakult az elektroműszerész szakközépiskola,
a mai első Béla gimnáziumnak az elődje. Ezután egészségügyi, majd, ezt már említettem, Óvónő szakközépiskola 1972-től 87-ig. Igen fontosnak tartom, hogy a gimnáziumon megújulási törekvéseiben az öreg diákok szerepe kiemelkedő volt. Kevés iskola dicsekedhet ezzel. Innen telepítettek át bennünket 47-ben, Tulana megyébe, és így szereztem meg ezt a második hazát, és szerettem meg Garai gimnáziumot, tehát most már Pázmány Péter és a Garai anyaiskolám, Alma Máter, amit Zentai Andrásnak köszönhetek, hiszen ő vezette be újra ezt a szót, hogy Alma Mater. Latinosok tudják, hogy az Almusnak a nőnemű változat, és azt jelenti, hogy tápláló édesanyja. Alma Mater. Persze a diákomból ezt is kikezdte, Bandi biztos emlékszik rá, amikor túl zöldre sikeredett a falnak a festése. Emlékszik. Hát ízesen meg biztos, és akkor elnevezték Zöld Alma Máternek. Azért nagyon erősen igyekezek, mert jó dolog okos lenni, és mindenfélét tudni, és bárcsak most mindjárt okos lehetnék, és mindent tudhatnák. Ha tudnák, leülnék és folyton olvasnák. Akárhogy is. Fogadok rá, hogy én vagyok az első butember a világon, aki csinált valami fontos dolgot a tudománynak. Valami csináltam, csak már nem tudom, hogy mit. De azt hiszem, az összes buta emberekért csináltam, akik olyanok, mint én, meg a Warrenben, meg az egész világon. Hát, Isten velem is kényen, és Dr. Strauss meg mindenki. Ja. Kérem, mondják meg Nemur profnak, hogy ne legyen mérges, hogyha az emberek nevetnek rajta, és akkor több barátai lesznek. Most megjelent
tiltott ürt támogatott helyett három tét ajánlok az utódaimnak testamentumomban, az a természet, teátrum, transzcendens hármas értéke. Aki ezt a három tét kihagyja a fiatalok neveléséből, bűnt követel velük, ha ebből a három tétből egyet csak kihagy, általában melyiket hagyják ki, a transzcendens hagyják ki, és csak a materiával és a szellemmel foglalkoznak, a tudással, a láthatatlan értékkel nem. És hátrányba kerül az, akinek ezt kihagyják, azzal szemben, akinek nem hagyták. Egyszer volt egyszer egy erős szegény házaspár. Azok egy erdő szélén egy rossz kis kölybacskába laktak, de azoknak még az se volt, amit egyenek. Volt nekik egy jóra való fiúk, Magykónak hitták, egy ilyen kamasz gyermek volt, hát azon fityegtek a rongyok, olyan szegény volt, sose lakott jól. Egyszer ez a gyermek odaállott az édesapja elejédes, azt mondja neki, édesapám, én úgy meguntam ezt a nagy szegénységet, én elmegyek valamerre, szerencsét próbálok. Édesanyám, kent süssön nekem bár egy nehám havuba sült pogácsát. Ha körbe sétálnánk egy tanítási napon az iskolában, akkor mit is látnánk, hogy amit láthatunk, sok tehetséges fiú és lány van az iskolában, ügyes tanáraik vannak, tanárnők és tanárurak. Ezek a gyerekek, hogyha tanteremben ülnek, akkor 25-en, 30-an ülnek egy terembe, ha csak nincsen csoportbontásuk, pedig abból is van elég sok. Nagyon jó a tehetséggondozás az iskolában. Ezek után, ugye ez a 2021-es helyzet joggal merül fel bennünk, hogy mi lehetett 125 évvel ezelőtt. Amikor 30 évig nem volt iskolában víz, nem volt villany, 50 fős osztályok voltak, csak fiúk jártak a gimnáziumba, és férfi nevelőik voltak, férfi igazgatójuk volt, volt két világháború, amikor az iskolában ugye hadi kórház volt és katonai kórház volt, és vándorolni kellett az iskolának, nem voltak igazán ideálisak a körülmények. Ugye, ha a falak mesélni tudnának, biztosan sok kérdésünkre választ adnának. Hát a falak csak úgy indirekte tudnak nekünk válaszolni, mert hogy most a jubileumi ünnepség kapcsán 25 tabló, fali tabló került ki, a földszinttől a második emeletig a lépcsőház falára, ahol ezekre a kérdésekre választ kaphatunk. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok rá, de nincsen, aki köztetek e szent harcot ne állaná, ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot áll. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Megbecsültök minden rendet,
melyen a béket alapul. De ne halljátok soha többé Isten igét magyarul, s gyermeketek az iskolában, ne hallja szülője szavát, ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Iskola között futkostam én is egykoron, sütöttem a templom falán, kigyulladt gyermek homlokon. Azóta hányszor éltem át, ott lelkem zsengett tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Ha jön, mennek is van joga. Istenéhez apái módján is nyelvén hoászkodnia. Csak nektek ajánlatják templomul az út szélén s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Minden erőt tömörülnek, kicsi fehér templomban voltak is, mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe biztatás vagy vár. Ne adjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ne adjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát.